Üdvözöljük Önöket, 8 óra van ez itt a háború Ukrajnában a Hír Televízió elemző műsora. Szani Rolanddal mi már itt vagyunk, természetesen itt van velünk Gantner Barnabás kollégánk is, nem sokára megtudhatjuk tőle, hogy mik az elmúlt 24 óra legfrissebb történései, utána pedig Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk, aki már szintén itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Önnek is, Nógrádi úr is, neked is, Barna is, önöknek is jó reggelt kívánok. Az első nagy ágyú már itt van a stúdióban, mármint hogy Nógrádi György, a második nagy ágyú pedig a műsor második felében érkezik, Boros Imre közgazdás szemében. Kicsit elemezzük majd az aranyembargót, ez az új jelszó, az olajembargó után, aztán hogy ez mit jelent, majd megbeszéljük ezt. És nagyon sok minden történt az elmúlt 24 órában, folytatódtak a harcok, állítólag az oroszok a saját repülőgépeiket lövik, hogy ez így van-e vagy sem, ezt is megbeszéljük. Született egy felmérés egyébként, ez ma már olvasható a különböző közösségi oldalakon és a különböző internetes felületeken, még május közepén csinálták, hogy akkor most béke, avagy igazság érzete van az embereknek. Sok európai uniós országban megkérdezték az embereket, hogy akkor még mindig támogatják-e az oroszokat, pontosabban az ukránokat, vagy most már inkább átállnak az oroszokhoz, mert nyilván most már mindenki a saját bőrén érzi azt, hogy tart ez a bizonyos konfliktus. Közben Vlagyimir Putyin elment Teheránba, ott tárgyal, hogy mi lesz a topik, mik lesznek a topikok, erről is fogunk beszélni nem sokára Nógrádi Györggyel. Még mielőtt azonban ebbe belecsapnánk, azelőtt a mindig pontos és felkészült Gantner Barnabásé a szó. Köszönöm szépen a felvezetést, köszöntöm a nézőket, meg is tudjuk mutatni az első térképen, hogy mi történt tegnap a frontvonalon. Az ukrán háborúban a legfontosabb az, hogy folytatódtak a harcok, nem volt tűzszünet az előző napon sem. Ahogy önök is láthatják itt mellettem, bekarikáztuk azokat a területeket, ahol a legfontosabb hadmozdulatokat hajtották végre, és ebből jól látszik, hogy Kelet-Ukrajnában történtek a legfontosabb események, ott rengeteg karika van ezen a részen, amelyet itt láthatnak mellettem, ezen a Donyeck és Izium közötti területen folyamatosak a harcok, a déli fronton pedig itt Herszon környékén voltak ütközetek, illetve hát ott próbál meg az ukrán haderő előre nyomulni, ezt mindjárt megmutatjuk egy közelebbi térképen. Ma reggel rakétatámadás érte Odesszát, a tengerparti települést. Odesszában többen megsérültek, közöttük egy gyermek is a legfrissebb híradások szerint. Aztán Harkivban is rakétatámadások voltak, illetve Harkiv környékén is bombatámadások voltak, ezt itt láthatják ezen a területen. A városban tegnap is rakétákkal, a várost tegnap is rakétákkal, illetve repülőgépekről támadta az orosz hadsereg. Állítólag civilek is megsérültek ezekben a támadásokban, illetve halálesetek is voltak. Gyakorlatilag ezen a frontvonalon nincsen olyan terület, amelyet ne bombáztak volna. Az orosz hadsereg összpontosít, egyes hírek szerint erre a területre még jobban fog összpontosítani, amelyet majd mindjárt közelebb is megmutatjuk. Előtte azonban arról kell beszélnünk, hogy miután az amerikai, miután a nyugat-európai és nyugati szövetségesek által biztosított fegyverzetek megérkeznek, és a fegyverzetek közül is kiemelt figyelmet kapnak a rakétarendszerek, ezért Oroszország is válaszolt ezekre a jelenségekre, ugyanis ezek a rakétarendszerek, amelyről mindjárt meg is tudjuk mutatni önöknek, hogy melyik az a kettőféle, amelyik benne szerepelt a hírekben most már hónapok óta, két ilyen rakétarendszer van, amelyet telepített, egyik egy amerikai, az a neve, hogy HIMARS rakétarendszer, a másik íme itt látható mellettem, ez a bizonyos HIMARS rakétarendszer, a másik pedig az MLRS, ezt az Egyesült Államok ajánlotta föl ezt a fajta rendszert, a másikat pedig Nagy-Britanniától kapta meg Ukrajna, és az a legfontosabb tulajdonság, hogy a frontvonaltól viszonylagosan távolról lehet használni, nyugalomban lehet használni ezeket a rendszereket, mert olyan hatótávolságuk van, hogy a frontvonalat átrepülve tudnak megsemmisíteni pontosan célpontokat. És hogy Oroszország hogyan válaszol erre? Oroszország úgy válaszolt erre, hogy bejelentette az orosz hadvezetés, hogy olyan 200 olyan különleges egységet dobnak át a donyecki harcok és a luhanszki harcokhoz, amelyeknek kifejezetten az lesz a feladatuk, hogy ezeket az egységeket felkutassák és megsemmisítsék. Ezek speciális egységek, és ezért mondta azt Vlagyimir Putyin is a tegnapi nap folyamán, hogy megváltoztatja a harcoknak a menetét, ugyanis ezt prioritásként
fog szerepelni innentől kezdve az orosz hadseregnél, hogy ezt a fajta két rakétarendszert megsemmisítsék. Valószínűleg okozott ez problémákat ezeknek a használata az elmúlt időszakban, és ezért kellett lépnie az orosz hadseregnek. És akkor meg tudjuk mutatni pontosan a keleti frontot is, hogy mi történt a keleti fronton. A keleti front mozgása az változatlan a tegnapi naphoz képest. Itt is marad az orosz offenzíva, maradt az egyes hírek szerint, amelyeket a luhanszki milícia tett közzé, Sziverszk városát, amelyet itt láthatnak, és amely a frontvonalon fekszik, szóval Sziverszk városa elesett az ukránok szempontjából, az oroszok bevonultak, illetve a milíciák bevonultak a településre, ezt egyébként még máshonnan nem erősítették meg. Ugyanaz a felállás maradt, mint ami a tegnapi napon, mégpedig ez, hogy a Sziverszk, Szlovjanszk, Kramatorszk és Bahmut négyszöget próbálják meg az oroszok bevenni, és ide összpontosul a támadás, illetve kicsit távolabb megyünk, akkor ezt az Advívka nevű települést tudom mutatni, és innen egy háromszöget láthatnak. Ez a háromszög próbál meg bezáródni, ahogy arról már tegnap is beszéltünk, és akkor van még egy déli frontunk is. A déli fronton viszonylag kevés jelentős mozgás történt a tegnapi nap folyamán. Egyetlen egy helyen, azt be is karikáztuk önöknek, itt Hersontól északra található egy kiszögellés, amely azt jelenti, hogy az ukrán csapatok ebből az irányból megpróbálnak behatolni erre a Herson megyébe, és Herson városhoz megpróbálnak minél közelebb jutni. Ugye erről már többször beszéltünk, hogy ez egy stratégiai pont, és stratégiai város ezen a területen is a régiónak a központja is, tehát több szempontból is fontos. A tegnapi nap legfontosabb híre az Európai Uniós szankciók voltak, melynek néhány elemét, illetve a legfontosabb fő elemeket, amelyeket Szijjártó Péter is felsorolt, mi is meg tudunk önöknek mutatni egy táblán. A sajtóban ezt úgy hívják, hogy 6,5. szankciós csomag, mert igazából nem egy vadonatúj szankciós csomagról van szó, hanem legfőképpen a 6. szankciós csomagnak a bővítése, kiegészítése és pontosítása. Hozzáraktak egy-két dolgot. Ami a legfontosabb, az aranyembargó. Ugye az aranyembargó az azt jelenti, hogy az orosz arany kivitelt és behozatalt próbálják ezzel megakadályozni azok az országok, amelyek részt vesznek ebben a szankcióban, ugye az Európai Unióban. Ez lehetővé teszi azt, hogy például a törvényt, illetve ezt a szankciós csomagot megalkotók szerint lehetővé teszi például azt, hogy Oroszország ne tudja elkerülni a fizetési problémáinak a megoldását, vagyis hogy aranyban próbálták meg fizetni, és ezzel próbálták kikerülni a fizetési tiltásokat. Aztán itt van a kettős felhasználású termékek kereskedelmének szigorítása, ez például a katonai és polgári célra is használható termékeknek a tiltása, hogy ezeket nem lehet kivitelt és behozatalt. Közbeszerzések és betétek elfogadására, aztán ugye 48 személy és 9 szervezet került fel az EU szankciós listájára, vannak számviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások, ezek nyilván a mindenféle pénzügyi tranzakciók elkerülésére vonatkozó javaslatok meggátolására vonatkoznak, és itt van még egy fontos elem, 500 millió euró az ukrajnai fegyverszállítmányok finanszírozására, ezt megszavazták tehát a külügyminiszterek, és még egy fontos dolog van, amelyet Szijjártó Péter mondott el, mégpedig az, hogy ennél a dolognál még fontosabb az, hogy mi az, ami nem került be ebbe a bizonyos szankciós csomagba, például nem került bele a gázembargó, amelyet többen megpróbáltak ugye beletenni, több uniós tagállam támogatja ezt a szankciós elemet, és nem került bele a Gazprom Bank szankcionálása sem, csak fölkerültek a Gazprom Bank néhány vezetőjének személye fölkerült erre a bizonyos szankciós listára, de maga a Gazprom Bank nem, és hogy erről mit mondott Szijjártó Péter, azt meg is tudjuk mutatni önöknek. Voltak tagállami javaslatok, tagállami törekvések, amelyek azt gondolom, hogy itt Brüsszelben is komoly támogatottsággal bírtak, amelyek arra irányultak, hogy a földgáz szállításokat közvetlen vagy közvetett eszközökkel lehetetlenítsék el. Ilyen tagállami javaslat volt például az, hogy a Gazprom Bankot helyezzük szankciós listára, hogy a Gazprom Bankon keresztül zajlik a fizetés a földgázért, tehát nyilvánvalóan a Gazprom Bank szankciós listára helyezése, a Gazprom Bankkal való tranzakciós tilalom életbe léptetése, az ellehetetlenítette volna a földgázszállításokat Oroszországból az Európai Unió területére. Mi nagyon erőteljesen jeleztük, hogy amennyiben a Gazprom Bank szerepelne ezen a szankciós listán, akkor ahhoz Magyarország támogatását nem tudnánk adni. Így már a most elénk kerülő szankciós javaslatban a Gazprom Bank nem
szerepel, mint hogy nem szerepelnek egyáltalán az energiahordozók szállításához kapcsolódó semmilyen, még egyszer aláhúzom, semmilyen korlátozások. És akkor még egy rövid hír, az Európai Unió, Európai Bizottság vezetője Ursula von der Leyen Azerbajdzsánban tárgyalt tegnap, hogy az Európai Unió gáz éhségét egy kicsit csillapítani tudja, és megállapodtak állítólag azzal azeri miniszterelnöket, azeri államfővel, bocsánat, megállapodtak abban, hogy Azerbajdzsán megduplázza a kitermelését és az Európai Unióba irányuló szállításait, vagyis 20 milliárd köbmétert fognak majd a következő 5 évben Európába szállítani, ez a duplája az eddigi szállított mennyiségnek, de ugye ez fokozatosságot jelent, tehát ez a következő időszakban elosztva fog érkezni ez a bizonyos mennyiség. Ennyit innen a térképekről, Enikő Roland, tiétek a szó. Barna, köszönjük szépen, és Vlagyimir Putyin is nyilatkozott a legújabb szankciós csomaggal kapcsolatban. Azt mondta, a nyugat hiába próbálja elszigetelni Oroszországot, a szankcióknak csak mérsékelt hatásaik vannak, és soha nem fognak sikerrel járni. Közben az orosz védelmi minisztérium kiadta a parancsot, minden nyugati fegyvert meg kell semmisíteni Ukrajna egész területén, újabbra újra hatalmas a pusztítás, támadásba lendültek a föderációs csapatok. Kiégett és szinte földig rombolt házak romjai láthatók ezeken a harkivi felvételeken. Ukrajna második legnagyobb városát február óta bombázza és ágyúzza az orosz hadsereg. Alig maradt épp ház a településen. Oroszország folytatja a pusztítást. Ukrajna szerte újabb célpontokat semmisített meg a föderáció. Erről Moszkva hadügyi szóvivője is beszámolt. Az orosz hadsereg nagy pontosságú levegőből indított rakétái elpusztítottak egy Odesszában található fegyverraktárt, ahol Harpun hajóelhárító rakétákat tároltak. Ezeket a fegyvereket NATO országok küldték Ukrajnának, mondta a szóvivő. Eközben az orosz hadsereg új célpontot kapott, mostantól a nyugati fegyverek megsemmisítése az elsődleges cél. Moszkva szerint azért prioritás a fejlett rakétarendszerek elpusztítása, mert ezekkel az ukránok orosz kézen lévő lakossági célpontokra lőnek. Az ukránok viszont a fokozódó orosz légitámadások miatt rohamtempóban próbálják betakarítani a búzát. A rakéták és tüzérségi töltetek ugyanis számtalan termőföldet borítottak már lángokba. Ez lett volna a termésünk, amit leégettek az oroszok. Nem tudtuk learatni, mert már közel jár az ellenség. Alig 3 kilométerre vannak, mondta egy katonaként szolgáló ukrán gazda. Oroszország elnöke közben arról beszélt, hogy nem lehet elzárni a föderációt a világ többi részétől. Hiába próbálkozik a nyugat, ez nem fog sikerülni. Természetesen nem tudunk fejlődni úgy, hogyha el vagyunk vágva a világ többi részétől, de ez nem is fog bekövetkezni. Napjainkban egyszerűen nem teheti meg azt egy ország, hogy bezárkózik és felhúz egy nagy kerítést maga köré. Az egyszerűen lehetetlen, mondta Putyin elnök. A nemzetközi katonai szakértők szerint a háború következő kiemelt célpontja Odessa lehet. Azonban a kulcsfontosságú kikötőváros ostrom előtt a föderációnak még be kell venni a Donbászt is. És föltartani a fej fölé. Ahogy ezt említettük, itt van már velünk a stúdióban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Üdvözöljük, jó reggelt kívánunk még egyszer. Jó reggelt. Ahogy Barna is mondta, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is rakétarendszereket ad Ukrajnának, illetve bejelentkezett Szlovákia az első olyan ország, aki ténylegesen vadászgépeket bocsájt az ukránok rendelkezésére. Erre meg is érkezett az adott orosz válasz, miszerint ezek lesznek az elsődleges célpontok a következő időszakban. Egy, teljesen így van, kettő. A Putyinnak volt egy nagyon érdekes megjegyzése, azt mondta, hogy minél előbb köt meg fegyverszünetet, annál kisebb területet veszel Ukrajnától. Ő ma a Donbasszt akarja és a Krímet. Ha a háború folytatódik, akkor újabb területeket akar. Kettő. Nagyon érdekes volt a szóvivő, aki azt mondta, hogy NATO fegyverek. Tehát nem azt mondta, hogy amerikai, brit, egyéb, hanem NATO fegyverek. 3. Rengeteg dolog történt 24 óra alatt. Izraelben már tömegtüntetések voltak Ukrajna ellen. Svájc nem vállalta, hogy beteg ukrán katonákat meggyógyít, mert azt mondta, hogy ez nem fér bele a semlegességébe. Szlovákiában 3 minisztérium, a BM, a HM és a külügy megállapodott, hogy 4 ember mehet önkéntesként az ukrán hadsereg mellett harcolni. És általában a közhangulat lassan, de elkezd elfordulni az ukránoktól. Közben van még egy nagyon érdekes történés, mégpedig Litvánia esete. Annak ellenére, hogy hivatalosan feloldották a blokkádot, nincs ilyen kötelezettsége, az a litván döntés, hogy ugyanúgy él a kaliningrádi blokkád. Ennek mi lehet a hátterében? A ősi, a
rendkívül komoly ellentét a oroszok és litvánok közt, a két kormányzat közt. Litvánia azt mondta, hogy ő azt hajtja végre az EU döntéséből, hogy átenged árukat, de katonait nem Oroszországból Kaliningrádba, tehát Oroszországból Oroszországba, és minden más árukból csak annyit enged át, ami az elmúlt 3 évben átlagosan szállítottak. Na most ez egy nagyon fura döntés, az oroszok már közölték, hogy válaszolnak, a kaliningrádi orosz kormányzó javasolta, hogy semmilyen áru ne menjen Oroszországból Litvániába, de tény az, hogy ezt a litván döntést támogatják a baltiak, a skandinávok és a lengyelek. Azt említette Nógrádi úr, hogy egyre többen mondjuk úgy, hogy előbb-utóbb el fognak fordulni majd az ukránoktól. Nyilván ez prognosztizáció, nem tudjuk, hogy mi történik. Említettem a műsor elején, hogy készült egy felmérés még valamikor május közepén, ahol egyébként pont ezt kérdezték meg több Európai Uniós országban, általában 8000 vagy 8000 plusz fő részvételével. Ugye az olaszoknál látjuk, hogy ott azért már elég erőteljes az, hogy akkor mi a saját életünkre szeretnénk fókuszálni. Az, hogy mi lesz Johnson után most Angliában, az szerintem nagyon sok mindent meghatároz majd, meg az is, hogy mi történik majd novemberben, amikor félidős választás lesz. De azért azt lehet látni, hogy minél inkább érzik az emberek, nem csak az Európai Unió tagállamaiban, a saját bőrükön azt, hogy akkor igen, ez a mi zsebünkből is megy, meg hogy nem tudjuk, hogy mi lesz télen. Annál inkább ez a bizonyos, hát ha nem is mondom azt, hogy ellenesség, de azért ez elő fog törni. Jelenleg teljes mértékben támogatják Ukrajnát, a lengyelek, baltia, a skandinávok. Európa elfordul. 2. Én egy napja jöttem haza Németországból, Münchenben voltam, ahol közölték, hogy olyan szállodát foglaltak nekünk, mivel légkondi nem mehet, ahol hűvös a levegő. Hát azt nem elájulok. 3. Az emberek Európába félnek. Senki nem tudja, hogy a gázembargó mit jelent. Északi áramlat 1. Mikor nyílik meg? Milyen eszközökkel? Következő. Északi áramlat 2. Mi lesz a sorsa? Jelenleg nem engedik megnyílni. A német kormányban napi viták vannak a 3 párton belül, atomerőmű igen nem, hiszen elvileg idén be kéne zárni, szélerőművek igen nem, igen. Mi lesz a sorsuk? Tehát egész Európa aggódik, megy föl az infláció, mennek le a bérek, az emberek félnek. Ha nem jön gáz, több millió munkanélküli lesz Németországban. Kinek a felelőssége? És ettől kezdve, amit ön mondott a bevezetőben, hogy az embereknek választaniuk kell, azt mondják, legyen fegyverszünet, majd béke. Pontosan emiatt látják egyre többen a szankciók feloldásában a meglátást, mert katonai szempontból mindenki egy elhúzódó háborúra készül. Többek közt azt is lehet olvasni, hogy Odessa a következő célpont, és már rakétatámadás is érte a települést. Ez Putyin megmondta, hogy ha most nem kötnek vele fegyverszünetet, akkor az orosz hadsereg megy tovább. Egy elhúzódó háború ma az oroszoknak kedvez, mert orosz mennyiségi és minőségi fölény van. Nekem nagyon érdekes volt a Borrell ma reggeli tegnap esti nyilatkozata, ahol azt mondta, hogy jó pár európai államfő azt mondja, hogy szankciók nekünk hátrányosabbak, de nem mondja. Ha jó pár államfő és kormányfő ezt mondja, az azt jelenti, hogy Európa ebben a kérdésben is megosztott, és rájött arra, hogy a szankciók elsősorban Európát és nem Oroszországot sújtják. Van egy nagyon fontos tárgyalás ma, Vladimir Putyin az iráni elnökkel, illetve a török elnökkel fog Iránban tárgyalni majd, és a búza exportot is nyilván meg fogják beszélni. Legalábbis Erdogan azt mondta, hogy számára ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a búza exporttal mi fog történni. Hogyan áll most ez a kérdés, ugyanis az ENSZ-ben ugye azt mondták, hogy ez már hamarosan sokat kell dolgozni rajta, de megoldódhat. 1. Az ENSZ-ben azt mondták, hogy mindkét oldalon nőtt a szélsőségesek szerepe. 2. A mostani tárgyalás egy rendkívül érdekes párbeszéd része. Egyik oldalon van Oroszország, Irán és Törökország, a másik oldalon Egyesült Államok, Izrael és Szaúd-Arábia. A szaudi-iráni ellentétekről 1,5 órát lehetne beszélni. Miről szól a mostani teheráni megállapodás? 1. Búzát kihozni. Ez török érdek, mert ezzel rengeteget keresnek, ez ukrán-orosz érdek, és tetszik vagy nem tetszik, világérdek. 2. Milyen fegyvereket fog Oroszország kapni Irántól, és milyen fegyvereket fog Oroszország szállítani Iránnak? Erről soha egy konkrétum nem fog lejönni, nagy szavak lesznek, de hát Irán jelenleg rendkívül jó drónokat gyárt, az oroszoktól pedig rakétaelhárító rendszereket szeretne. Illetve azt ne felejtsük el, hogy mint Törökország, mint az iráni iszlám köztársaság csatlakozni szeretne a BRICS államokhoz, amelynek Oroszország a tagja.
Ő mindent megtesz a nyugat, hogy ne csatlakozzanak, nyilván csatlakozni fognak, Argentina is csatlakozni szeretne, és ebben a pillanatban Oroszország fölértékelődik. Illetve Egyiptom és Szaúd-Arábia is jelezte a csatlakozási szándékot. Pontosan, és ettől kezdve egy olyan nagy nemzetközi szervezet jön létre, amik nagyon sok kérdésben már az USA-t ellensúlyozni tudja. Említettük a külügyminisztert, méghozzá a korábbi amerikai külügyminisztert, aki hónapokkal ezelőtt nagyon szépeket mondott, Kissingerről van szó, Tony Blair tegnap előtt nyilatkozott, és pont azt mondta, ugye, hogy ez a BRICS tömörülés, illetve a NATO, illetve az ENSZ, meg az Európai, olybá tűnik, hogy az a bizonyos kétpólusú világrend, ami volt, az megszűnt létezni. Most már több pólusú világrend van. Nem kialakulóban van, kialakult. Egy, Tony Blairnek rendkívül csúnya volt a szerep az iraki háborúban, végig hazudta. Kettő, neki jövője azért a nagy-britániai politikában nincs. Három, azért annyit látni kell, hogy ez a világrend nem most alakult ki, hanem 30 évvel ezelőtt a szocialista világrendszer szétesésével maradt az USA, és mert az egypólusú világ nem maradt fönn sokáig, följött fokozatosan Kína, és harmadik helyre csúszott vissza Oroszország. Visszatérve kicsit a katonai konfliktusra, azért olybá tűnik, hogy Ukrajna egyáltalán nem gondolkodik a béke irányában. Dmytro Kuleba pont a tegnapi napon jelentette, hogy csak akkor lesznek béketárgyalások, amikor Oroszország elveszítette ezt a háborút. Azért ennek vajmi kevés realitása van. Nekem a problémám az, hogy a mai ukrán vezetés általában, bocsánatot kérek, csacsiságokat beszél. Tehát az, hogy ők megnyerik a háborút, hogy Oroszországot részekre szakítják, ennek a valószínűsége konvergál a nullához. Ha Kuleba mást mondana a következő percben az államfő kirúgnál, hogy kirúgta az legfontosabb vezetőjét és az ország legfőbb ügyészét. De azért annyit látni kell, hogy az ukrán hangulat változik. Tessék megnézni azt, hogy hányan menekülnek el Ukrajnából naponta. Ez jelzésértékű. Említettük, hogy Putyin Teheránba megy, Vlagyimir Putyin Teheránba megy, említettük, hogy Azerbajdzsánban volt Ursula von der Leyen, és hát az ukrán First Lady pedig a képviselőház előtt fog majd beszélni, ahogy Nancy Pelosi bejelentette. Mit mond ilyenkor? Amit a férje előír számára, és amit a brit és amerikai szakértők előírnak az államfő számára. Egy, köszönjük az Egyesült Államoknak azt a fantasztikus segítséget, amit kaptunk. Kettő, Ukrajna föltartóztatja az orosz agressziót. Három, további segítséget kérünk fegyverbe és pénzbe. Négy, Ukrajna soha nem felejti el ezt, és örökké hálás lesz. Ha már amerikai segítséget említett Nógrádi úr, illetve azt is említette, hogy NATO fegyverként kommunikálják Oroszországban ezeket a bizonyos fegyverszállítmányokat. Abban az esetben, hogyha a nyugati támogatás valamilyen oknál fogva véget érne, igazából nem lenne miről beszélnünk. Tehát Ukrajna addig tudja tartani ezt a háborút, amíg nyugati fegyvertámogatásokat kap, és bizonyos szakértők azt mondják, hogy Oroszország türelmén múlik az, hogy most már közvetlenül avatkozik be az Egyesült Államok ilyen szinten ebbe a háborúba, nem csak fegyvertámogatással, hanem például hírszerzési információkkal is. Hírszerzési infokat átadnak. Ukrajna bejelentette, hogy eddig havi 5 milliárd euró kellett a háborúhoz, most 9 milliárdot kér. Három, egyre komolyabban beszél a NATO, hogy az Ukrajnának küldött fegyverek föltűnnek a különböző fekete piacokon. Négy, az oroszok várják a félidős amerikai választásokat novemberben, mert változást várnak, republikánus térnyerést. Öt, a mai amerikai vezetéssel úgy néz ki, hogy Putyinék nem tudnak mit kezdeni. Ukrajna ebbe az egész konfliktusba alárendelt szerepet játszik, azt csinálja, amit a nyugat, elsősorban az amerikaiak, másodszorban a britek mondanak. Az viszont mindenképpen beszédes, hogy Németország az előző 9 milliárdos igényének Ukrajnából csak 1 milliárd eurót hagyott jóvá. A német pénzügyminiszter Lindner bejelentette, aki a liberális párt elnöke, hogy többet nem lehet oda küldeni, mert ellopnák. Nógrádi úr, köszönjük a beszélgetést, biztosan keressük még egymást. Köszönöm szépen. Mindenről lehetne még beszélni, majd legközelebb folytatjuk. Most tartunk egy pár perc szünetet, ne menjenek sehova, adásunk második felében Boros Imre közgazdásszal folytatjuk. Üdvözlünk újra mindenkit, ez itt továbbra is a háború Ukrajnában. Átalakulóban van a teljes energiapiac Európában, mindenki függetlenedni szeretne az orosz nyersanyagoktól. Éppen ezért felmerült több országban például a szénerőművek újraindítása, aminek egyenes következménye a szén kitermelés fokozása, úgyhogy Európában a humán munkaerő felértékelődni látszik. A gazdasági kihívások során nem áll meg a gabonánál és gáznál, most már a humán munkaerő ára is az egekbe szökik Európa szerte. A Hír TV által megkérdezett olasz szakember szerint az unió tagállamaiban az Oroszország elleni szankciók miatt egyre több az energetikai beruházás.
így mind a képzett szakemberek, mind pedig a betanított és szakmunkások díjazása is folyamatosan nő. A növekvő befektetésekkel párhuzamosan nő a munkaerőigény, ami felviszi az árakat. Mert most építik a gázátalakítókat, ami korábban tiltva voltak, és két szénerőművet is újra kellett indítani a csökkenő orosz gázmennyiség kompenzálására. Mondta az Európa számos országában projekteket vezető építési vállalat vezetője. A szakember szerint az árak emelkedése elkerülhetetlen, de Európa számos országához képest Magyarországon a legkevesebb a probléma, mivel hazánkban az üzemanyagok és az energiaára is jelentősen támogatott. Az építőipari megrendelések most Európa szerte gázátalakítókról, olajfinomítókról szól, de erőművekre is szükség lesz. Olaszországban nagyon komoly problémák vannak. A környezetvédők miatt nem tudunk finomítókat és gázátalakítókat építeni, most pedig az orosz gáz függőségnek isszuk meg a levét. Az egyik oldalon fegyvereket küldünk Ukrajnának, a másik oldalon pedig fizetjük az orosz gázt és ezzel a háborút. Itt Szirakúzán pedig az ipari park csak a Lukoil Petroleumával dolgozik, így ha decemberben életbe lép az embargó, akkor óriási munkanélküliséget hozhat magával. Mondta a szakember. Olaszországban a folyamatosan csökkenő mennyiségű orosz gázt Norvégiából, Azerbajdzsánból és Algériából próbálják pótolni. Ezzel párhuzamosan a dél-európai ország jóval több szenet és petróleumot vásárol az Orosz Föderációtól, mivel ezekre az energiahordozókra jelenleg nem vonatkozik az európai embargó. Itt van már velünk a stúdióban Boros Imre, közgazdász, üdvözöljük, jó reggelt jó kívánunk. Reggelt. Jó reggelt. Ha megengedi, akkor kezdjük ezzel a bizonyos szén kérdéssel a beszélgetésünket. Ön mit gondol erről az alternatíváról, mint nyersanyag kiváltási lehetőségről? Illetve ha már szén, akkor Lengyelországról mindenképpen beszéljünk egy kicsit, ahol hatalmas a pánik, ugyanis elfogyott a szén. Ugye a helyzet az, hogy az ember egyik ámulatból a másikba esik. Mi volt ezelőtt még mondjuk 3-4 évvel a fő ige Európába? Hogy a legnagyobb gáz az a szén, meg a széntüzelés, ugye azt aztán azonnal ki kell iktatni. Na most, ami Európát illet, tehát Németországban még van szén vagyon, de ott már régen tulajdonképp kiiktatták. Lengyelország volt az, és van még ugye rengeteg, de ott is éppen egyébként ugyanúgy, mint Magyarországon viszontában az Európai Unió tisztesség, nehesség, hülye kérésének megfelelően fejlesztették ezt vissza. Hát annak idején lengyel kitűnő minőségű kőszénnel rendelkezett, kokszolhatóval, stb. Most meg azt halljuk, hogy esetleg a háztartások fűtőanyagára nem lesz elegendő szén, ezért pánikol a lengyel kormány pillanatnyilag. Tehát szenet lehetne hozni mondjuk a tengeren túlról óriási költséggel, onnét, ahol esetleg vannak külszíni fejtések még, van olyan, de azt nem nagyon látom alternatívának, hogy azok a bányászok, akik 5-10 évvel ezt felhagyták ezzel a foglalkozással, mert azért ez nem olyan, hogy csak fogok két pacákot, azt leküldöm, és már mássák ki a szenet. Tehát az egy hivatás, az egy nagyon megbecsült szakma volt még Magyarországon is. Ennek a dísze Európában teljesen eltűnt. Úgyhogy ez egy további feszültségforrás, és az, amivel a gázt szeretnék valamelyest pótolni, hát az is megfenekül. Kicsit ez olyan, hogy vissza a gyökerekhez talán fogalmazzunk. 90-es években, 2000-es években minden arról szólt, hogy akkor ruházz be, és akkor alakítsd át a kis lakásodnak, házadnak a fűtési rendszerét, az egészet korszerűsítsd, és akkor most meg az van a háború hatására, hogy amit belefetszöltél sok-sok millió pénzt abba, hogy akkor korszerű legyen, az most nem jó, most akkor alakítsuk vissza az egészet. Hát ugye voltak ilyen korszakok, hát valóban, hát én korosztályom azt végigélte, ugye annak idején Zalaegerszegen nőttem föl, hát természetesen szénnel, meg fával tüzeltünk egy-kettő, akkor jött az olajkás a korszak, ugye, mert nagyszerű volt fűtőolaj, így úgy amúgy, aztán jött a 73-as olajválság, emlékszünk, majd arra térjünk vissza, ez nagyon fontos momentum az egész történetnek, aztán annak is lement a dísze, végül mondjuk Magyarország, meg sok más
hol az elérhető, olcsó és nagy mennyiségben rendelkezésre álló orosz gáz gyakorlatilag meghódította Európát, beleértve Nyugat-Európát is. Hatalmas nagy távvezetékek épültek, azt mondja, hogy 1, 2, 3, körülbelül 4 vagy 5 van, ami Oroszországból különböző utakon, módokon szállítja Kelet- és Nyugat-Európába, Dél-Európát is beleértve. És akkor most, ugye, hát én nem is tudom, ezt nem is akarom minősíteni, milyen elképzelések kapcsán, azt mondták, hogy ez az egyébként előnyös és gazdaságilag mind a két félnek kifizetődő üzletnek annyi, és akkor most beleugrunk az ismeretlenbe, fejest, ráadásul nem tudjuk, hogy a medence alján van víz, vagy csak egy bevizetett cseppkendő, amire ugrunk, de ugrunk. Ha már a vezetékeket említette, akkor hatalmas a pánik, hogy újraindul-e az északi áramlat egyes vezeték. Bizonyos szakértők szerint, ha ez nem történik meg, akkor Németországnak mindössze 2 hete van a teljes összeomlásig. Hát gyakorlatilag ugye olyan helyzetbe manőverezte magát a nyugat elsősorban, nem Amerikáról beszélek, ott más a helyzet, hanem a nyugat, Európa, és ezen belül is alapvetően Németország, mert azért a többieknek így úgy amúgy még azért jut is marad, és az angoloknak is van saját, a franciák ott a arabokkal elég jobban vannak, ugye az olaszok is még úgy, ahogy valahogy el vannak, de a németek azok teljes mértékben, ugye az orosz szállításokra voltak kőolajba is, nagy részt, és gázba is, ugye. Na most megépítették a második vezetéket, tudjuk, nagy viták által Angéla még átverte, az most be van töltve orosz gázzal, a német hatóság nem engedélyezte az üzembelépést, és most az oroszok kísérleteznek, hogy na lám, hadd nézzük a németeknek az idegei meddig bírják a feszültséget. Hát ebbe beletartozik, hogy esetleg nem indul el az egyes, de azt mondja erre Putyi, hogy pazsálüszt, ott a kettes, csak ki kell nyitni. Úgyhogy hát itten ilyen energiaharc van, ideológiai harc, mindenféle harcok vannak, és hát egyelőre Európa veszít. Sokkal kényelmesebb ez egyébként, tehát hogy amíg ilyen modern, korszerű fűtésekkel rendelkeznek a különböző helységek, lakások, annyi az egész, hogy ebben felcsavarja a kis termosztátot, van meleg. Annak idején, emlékszem még a 80-as években, Boros úr is nyilván, amikor történt ilyen, még ott Ráczolában nem egyszer, nem kétszer említett, hogy azért, hogyha az embernek szénnel, meg fával kell fűteni, az nem olyan egyszerű, meg meghozzák a szelet, az be kell lapátolni, a kályhát be kell fűteni, nem teszünk rá először szenet, szépen a kis, nem tudom, szilánkokból gyújtsad meg a tüzet, tegyél alá papírt, azt, amikor majd átmelegedett rendesen a rönk, majd akkor utána önteted rá a szenet. Hát tökéletesen technológiája van, ugyanúgy, ahogy a hölgyek, mondjuk a mostani generáció elnézés mindig a kivételnek, remélem ön is azok közé tartozik. Tehát a főzéshez már semmiféle tudása nincs, meg a háztartás vezetéshez. Ez valaha volt tömegesen. Ugyanúgy például ez a fajta fűtés technika is, meg a hozzátartozó eszközök már kikoptak. Tehát a különféle kályhák, és akkor azt a különféle... Édesapám mindig kokszot vett Zalaegerszegen. Hú, de drága, mondták ott, az igaz, de 3 kiló koksz olyan meleget lehetett csinálni, hogy az ember csak alson a briket volt a másik, amit... Briket volt még, ráadásul az NDK briket, meg a tojásszén, emlékszünk még ezekre? Tehát ezek a technológiák is ki, akkor a kémények használatát is ugye újra kell akkor értelmezni, mert hát nem úgy van ám az csak manapság, hogy csak úgy eregetjük ki a füstöt a kéményen, azokat be kell bélelni. Budapest tele van öreg, elavult kéményekkel. Nagyjából ez a nagyvárosok a csúcsa. A vidék ehhez is könnyebben alkalmazkodik, sokkal. Egyrészt ez a tudás egy része legalábbis, egy része nem teljesen megvan még a vidéken. A hozzáférés is például a fához jobb, mint itt a fővárosban, és hát könnyebben alkalmazkodnak. Tehát ez az egész megindított egy teljes, ebben nem menjünk bele, mert a mai műsort elvinni, egy teljes átrétegeződést minden szempontból társadalom van, de messze menő hatása. Említette Boros úr a vidéket, a sparhát fog megint felértékelődni, mert hogyha már főzés, meg melegítés, az pont erre való. Hát igen, a sparhát ez egy nagyon sokoldalú valami volt. Nagyanyámnak még olyan volt, hogy körbe volt rakva melegvíztartókkal. Mindig azt mondta, gyerekem, melegvíz mindig kell valamire. Tehát a tüzeltek mellesleg volt mindig melegvíz, langyos víz,
két vagy három karika volt, ugye mind a kettő volt benne RER, amiben sütni lehetett. Tehát igen, egy nagyon sokoldalú valami, de ehhez sem nagyon értek valami, nem tudom, hogy van egy ártó. Valahol Salgótarjánban gyártották ezeket a szerkentyűket. Régi volt a csikó tűzhe, hát ez egy ilyen egyszerű, tehát primitív változat volt. Gyerekkoromnak szép élményei. Ugye alapvetően az volt az egyik eredeti célja az Európai Uniónak, azért, hogy egy picit visszatérünk a nagy politikához, hogy azt a fajta levegőminőséget, amit azt tud adni, hogy mondjuk nem tüzelünk se szénnel, se fával, ugye azt a levegőminőséget a településeken egészségesen meg lehessen tartani, ez volt az alapvető célja. Ez az alapvető cél látszik kútba esni most? Nem látszik, ez teljesen dupla zárójelben van most téve, tehát a klímacélok ez ügyben dupla zárójelbe kerültek, egyszerűen azon politikai szűklátókörűség miatt, amit az Európai Unió vezetői produkálnak. Hát én nem tudom, hogy az Egyesült Államok ánuszából mikor fognak kipottyanni, addig esély sincs arra, hogy ez megváltozzon. Ha már Európai Unió, akkor beszéljünk egy kicsit az előkészülőben lévő 7. szankciós csomagról, ami az aranyembargót is tartalmazza. Mit gondol erről? 6 és feledik, ahogy mondták. 6 és feledik, igen. Hát nézze, körülbelül annyi esélye van a sikerre, mint az előzőeknek. Tehát semmi. Pillanatilag az a cél, amit el akartok vele érni, hogy az oroszokat lelassítsák, vagy megszüntessék a képességüket a háborúskodás, ezt nem érték el. Oroszország minden eddiginél több bevételhez jutott. Oroszország a piacait nagyon kitűnően átrendezte szállítási oldalról is, Kínát, Indiát, stb. És elképesztő jelenségek vannak. Mondok egyet. Sok ilyen van. Szaúd-Arábia orosz olajat vásárol. Mondaná az ember, hogy hülyék ezek? Hát homokot hordanak a Szaharába, van olajuk elég. Vagy vizet az Atlanti-óceánba, ott is van elég víz. Nem, nagyon zseniális. Tudnék, az orosz olaj $80 kerül barrelenként körülbelül az Ural. Abból ezek energiát termelnek a szaúdiak, ugye? És az ő kitűnő minőségű Brent típusú olajukat meg 100-ért, 105-ért, 110-ért adják el a piacon. Jól járnak az oroszok, mert ők $50 körül már nyereségben vannak, jól járnak a szaúdiak, mert el tudják adni többletben is az olajukat, mindenki jól jár, egyedül Európa kullog a sor végén, és pestiesen szólva szív, mint a torkodó. Ez akkor szép. Ráadásul Oroszország duplán jól jár akkor, ha megengedi, hogy önt idézzem, mert hogy ilyen keveset még nem exportáltak. A tavalyi évhez képest készült egy kimutatás, tehát mennyiségben jóval kevesebbet exportálnak, viszont csak június hónapban $20 milliárd plusz bevételre tettek azzal szert, hogy ilyen szinten emelkednek az energiaárak. Pontosan, tehát itt azt hitték, hogy az orosz gazdaságot is visszalövik a középkorba. Na most orosz gazdaság azon a 17 millió négyzetkilométeren el tud helyezkedni, ugye szépen csöndbe. Második világháború után teljes ipart átlökték a Ural mögé, ugye csak úgy mellesleg mondom. Tehát ez ügyben nincsen problémájuk. Azon kívül pedig hát az emberek, a lakosságot sem nagyon kell sanyargatni, mert vannak bevételek, megmaradtak a munkahelyek, és egyet el ne felejtsük, az orosz ember az nagyon hazaszerető, tehát a honfitársait nagyra értékeli, és Oroszország ma, talán Magyarország mellett az az ország Európában, ahol a legtöbb honfitárs orosz születési, orosz nyelvű ember a határon kívülreket, mindegy 30 millió, annak egy jelentős része éppen Ukrajnában van, ott meg keményen megsanyargatták őket. Az jutott eszembe az imént, ezt akartam még rátenni a szaúdi olajhelyzetre, hogy nem tudom, hogy milyen minőségellenőrzés van, amikor kivitel van, vagy export van Szaúd-Arábiából, de akkor az milyen szép, hogyha megveszik az orosz olajat, és nem a saját elit olajukat, hanem az orosz olajat viszik tovább, mintha a sajátjuk lenne. Bocs, azt az indiaiak csinálják. Hát szenzációs, és feltárjuk itt a piacot. Szóval az a helyzet, hogy az indusok is veszik észveszejtve az orosz olajat, szépen lepárolják, vagy hát krakkolják, ugye csinálnak belőle benzint, meg gázolajat. Na most a benzinek, meg a gázolajnak külön tőzsdei jegyzése van, alapvetően a Brent alapára igazodva, iszonyú hasznot csinálnak az indusok, hogy tolják szanaszét az üzemanyagot a világba, abban is hiány van, tudnélik. Úgyhogy köszönjük szépen,
oroszok is jól megvannak, a harmadik világ oroszokkal kereskedő része kitűnően megvan, és ami még nagyon fontos, ez az egész orosz-ukrán háború felgyorsította a világban azt a tendenciát, hogy az úgynevezett harmadik világ, the rest, the west and the rest, a rest nagy része iszonyú ütembe szakad le a nyugat emlőiről, ugye? Tehát ez Szaúd-Arábiában lehet a legjobban, hát azért vettem elő ezt a szaúd-arábiai példát, hát azok, akikkel annak idején Kissinger megoldotta, hogy hogyan kell kisöpörni a felhalmozódó dollármilliárdokat Európába 73-78 közötti olajáremes körül, hogyan kell átnyomni a szaúdiak, hogy ne legyen már annyi bajuk az európaiaknak a sok dollárá, az most egyszerűen fogadja az amerikai elnököt, és hát kvázi, mint egy ilyen öreg, kicsit kótyagos nagybácsúval úgy viselkedik. Egy nagyon gyors utolsó kérdésem lenne, a végére bő egy percünk maradt. Említette Németország példáját is. Beszéltünk már róla többször, hogy Németország gazdasága kulcsfontosságú. Igen. Európában Igen. és az nekünk Egyesült is, Államokban. Tegyük hozzá, nekünk is. Így van. Mi van abban az esetben, hogyha most penge élen táncol Németország, hogyha tényleg összeomlik a gazdasága? Európa mire számíthat? Hát baj van, ugye először is Németországból is azért az iparosok azok észlelik ezeket a dolgokat, próbálják magukat bizonyos mértékig kiszervezni. Hát ennek mi magyarok is látjuk bizonyos példáikat, ide-oda-amoda kiszervezik magukat, mert mégis azért élni, működni kell, de azért ne higgyük, hogy ez akár Magyarországra, akár az Európai Unió egészére nem lesz negatív hatása, és igen, az lesz. Ha németek nem térülnek észre valamilyen mértékig, ennek viszont még pillanatnyilag semmi jelét nem lehet látni, akkor Európa egésze nagy bajba lesz, mi kevésbé leszünk nagy bajba, de azért lesz bajunk elég. Mennyire leszünk bajban, vagy mennyire nem, azt nem lehet egyelőre látni. Azt lehet látni, mint hogy beszéltük róla, hogy akkor közeledik az a pont, amikor nyilván majd fogják magukat az emberek, és elkezdenek azon gondolkodni, hogy akkor miért nem a saját gazdaságokat erősítette. Melyik állam fog először betölni? Mármint, hogy a saját kormányokat. Hát ugye itt vannak esélyek, esélylatogatással érdemes foglalkozni. Talán Olaszország lesz az első. Ott ugye ha valaki rendbe tudta volna a régi alapokon rakni Olaszországot, az a Draghi. Ő egy kitűnő pénzügyi szakember, jó, teljes egészében bekötve a magánpénz nyugathoz, de ő megkapta azt a feladatot, hogy húzza ki az olasz gazdaságot, éppen azért, hogy nehogy beburuljon az a 3000 milliárd, amivel az olasz államkassza tartozik a pénznyugatnak, ugye? De most az olaszok is összeborultak. Ott is, akkor Franciaországban dettó gyengén áll a politikai helyzet, mert Macronnak nincs többsége. Anglia, az is számít. Látjuk. Hát ugye a kócos ember most gyakorlatilag visszadobta a miniszterelnöki posztot, nem lehet tudni, hogy mi van. Tehát tulajdonképp a nyugati világban elszabadult a politikai instabilitás, beleértve az Egyesült Államokat, ahol eddig azt hiszem naponta két lövöldözés van körülbelül. Igen, nagyjából. Indianában volt. Igen. Texasban. Legközelebb innen folytatjuk, Boros úr, meg beszélünk majd a 73-as olajválságról is. Érdekes, igen. Mert ezt fel kell idézni ezeket a dolgokat. Köszönjük szépen, hogy befelelek a stúdióba. Köszönjük szépen. Kérem. És ennyi volt már a Háború Ukrajnában című elemző műsor, délután folytatódik, most pedig jönnek a legfontosabb hírek, információk, aztán, ahogy megszokhatták, kezdődik a mozaik, kezdődne a mozaik, ma nem lesz, mert kapcsolunk a parlamentbe a költségvetési törvény vitájára. Találkozunk holnap reggel 8-kor, kedves okon viszontlátásra. Viszontlátásra.